Nagy Bálint, a Quick 2000 Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jelenleg 125 dolgozót foglalkoztató 1991-ben alakult családi vállalkozás elsősorban gyógyszeripari cégek számára gyárt egyedi berendezéseket, laborjukban pedig a gyógyszeripar számára fejlesztenek gépeket. A jelenlegi kapacitás nem elegendő a megrendelői igények kielégítésére. Az új 800 négyzetméter alapterületű csarnokban két nagyméretű műhelyt alakítanak ki, valamint darukat, targoncát és hegesztőgépeket is vásárolnak. Új beruházás 165 millió forint körüli értékű, egy új gépgyártó műhely kerül kialakításra. Ebben be akarunk építeni egy új portámarógépet, aztán új kúp hengerítőt, és lesz egy nagyobb méretű lakatos műhelyünk, ahol pedig a jelenleginél nagyobb berendezéseket tudunk gyártani. A mostani műhelyek ezekre nem alkalmasak. Ezzel úgy gondolom, hogy azokat a berendezéseket, amelyeket eddig méretük miatt nem tudtuk legyártani, sokkal könnyebben meg tudjuk oldani. Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, a cég példája mutatja, hogy a hazai kis- és középvállalkozásoknak folyamatosan fejlődniük kell, és állandóan javítaniuk kell a versenyképességüket. A Quick 2000 egy családi vállalkozás, 30 éve van jelen, szinte 30 éve van jelen Tiszavasváriban, gyógyszeripari gépeket, izolátorokat gyártanak, világszínvonalú termékeket állítanak elő, és ezt annak köszönhetik, hogy megvan a megfelelő mérnöki tudás, állandó fejlesztés van, hiszen magam, mint képviselő már több ilyen fejlesztésen részt vettem, innovatívak, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a térségben a gyógyszeripari gépek területén ők jelentik a csúcsminőséget. Úgyhogy szeretnék gratulálni, hogy a mai alapkőletételi ünnepségen egy új gyártócsarnokot építenek, ez azt jelenti, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások versenyképessége tovább javul. A társaság a jelenlegi fejlesztést megelőzően összesen 510 millió forintot nyert el különböző pályázatokon, a pénz nagyobb részét kutatásfejlesztési programokra fordította. A jelenlegi beruházás kapcsán Greinstetter Balázs helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar állam az összeg egyharmadával járult hozzá a fejlesztéshez.